Akár már 5 éves kortól kezdve tanulhatnak önvédelmet a gyerekek a Thai Box Akadémián. A budapesti intézményben ezekben a percekben is zajlik egy bemutató edzés, ahonnan kollégám Vásárhelyi Tamás jelentkezik. Tamás, hogy tetszik neked ez az önvédelem, vagy ez az önvédelmi sport? Köszöntöm a kedves nézőket. Hát jó fél órával ezelőtt kezdődött el ez a bizonyos bemutató edzés. A bemelegítésen már túl vannak a fiúk és a lányok, és talán már a háttérben is látszik, hogy zajlik a küzdelem és zajlanak a gyakorlatok. A Thai Box kapcsán azt hiszem, hogy sokaknak egy full kontakt önvédelmi sport ugrik be, viszont 6-8 éves gyerekek is üzhetik. Hogy lehet ezt a kettőséget feloldani? Kérdezem Cinke Gábor Thai Box edzőt. Szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Cinke Gábor vagyok, a Thai Box Akadémiának a vezetőedzője. Hát egészen kiskortól én azt mondom, hogy már 5 éves kortól elkezdhetik a fiatalok, és a mai alkalommal egy 4 éves harcosunk is van, aki a zsákoknál dolgozik éppen, úgyhogy még kisebb kortól is ajánlom a fiataloknak, és a felső korhatár igazából csak a fizikai egészség állapottól függ, nincs teteje. Tehát aki ameddig bírja, csinálhatja. Milyen gyakorlatokat szoktak végezni menet közben? Menet közben rengeteg koordinációt, fejlesztő gyakorlatot végzünk, erőléti állóképességet, fejlesztő gyakorlatot, technikai részekre bontjuk az edzést, tehát mindenki a színnek megfelelően gyakorolhatja a Thai Boxot, úgyhogy egészen a kezdő hobbistáktól a versenyző szintig oktatjuk a versenyzőket, jelentkezőket. Jelen pillanatban láthatjuk, hogy ugye a bogzsák is felhasználásra kerülnek, milyen szerepet? Bogzsákon nagyon jól be tudjuk gyakorolni az ütőerőket, illetve konkrét kombinációkat, amiknek a sűrű gyakorlásával a versenyző jobban fel tud lépni egy meccs lehetőségnél, úgyhogy ezért csináljuk ezeket a feladatokat. Alapvetően a Thai Box, ugye azt kell tudni, hogy a 8 végtag küzdősport tulajdonképpen, hiszen a kéz, illetőleg a láb mellett a könyök és a térd is használatra kerül. Itt most már láthatjuk a rutinosabb versenyzőket, ők azért sokkal jobban mozognak, és sokkal inkább alkalmazzák már azokat a technikákat, amiket a Thai Box versenyzők szoktak. Így van, a Thai Boxnak a nagy jellegzetessége a térd és a könyöknek a használata, ami rengeteg más küzdő ringsporttól, full contact sportáktól eltér, de tényleg, ahogy a korosztály is jelzi, hogy abszolút nem jelent semmi problémát, mert a megfelelő védőfelszereléseket tudják mindig a harcosok gyakorolni ezeket a technikákat. Tényleg kis erővel, egymással párban állva jutnak el arra a szintre, ahol majd a versenyen akár élesbe is tudják a térdüket, könyöküket használni, úgyhogy nincs ilyen probléma. Thai Box Akadémiának nevezik magukat, ugye alapvetően egy sportklub működik itt. Mitől lehet ez mégis egy akadémia? Hát akadémia, mert szerettük volna egy olyan oktatásba részesíteni, nem csak a kicsiket, hanem a felnőtteket is, és a teljes köztes lévő korosztályt, hogy megkapják a megfelelő képzést az edzőktől, ugye egy egész, tehát a technikai tudást, a mentális felkészülést, mindent ebben a teremben megkaphatnak, amit Thai Box Akadémiának kereszteltünk el. Még egy gyors kérdés a végére. Rengeteg szülő van itt, és nézi a gyermekének a foglalkozását. Mennyi szokott lenni a lemorzsolódási arány? A fiatalok, főleg a kicsik, nagyon élvezik a mozgást. Tehát nagyon jó kikapcsolódás nekik, nagyon jó hobbi. A mindennap felgyülemlet, stressz kis problémájukat a bogzsákon ki tudják tölteni, meg a rengeteg más mozgással. Úgyhogy abszolút, én azt gondolom, hogy kezdettől fogva nem olyan nagy a lemorzsolódás, megragadnak a kicsik, és tudják később is tovább vinni ezt a tudásukat. Maradjon ez így a jövőben is, köszönöm szépen. A kedves nézőktől pedig azzal búcsúzom, hogy Thai Box, tehát amellett, hogy küzdősport, kiválóan alkalmas a fogyókúrára, vagy akár a stressz levezetésére is. Ha tehetik, próbálják ki önök is. Vásárhelyi Tamásnak köszönjük szépen.